Tisztelt nézőink! Tisztelettel köszöntöm Önöket a Nemzet főteréről. 1848. március 15-én az európai forradalmi hullám részeként Pest-Budán is kitört és vér nélkül győzött a forradalom a nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival. Megszületett a modern, parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz vezető folyamat, amelynek célja a Habsburg uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. A hatályos járványügyi szabályozás alapján általános rendezvénytartási tilalom van érvényben, így a nemzeti ünnepünkön az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulójára a hagyományainktól eltérő módon kell megemlékeznünk. A nemzeti lobogót Benkő Tibor honvédelmi miniszter engedélyével a himnusz hangjaira vonják fel honvédeink. Tisztelet a bátraknak! Lobogó kíséret! Gyász! Miniszter úr, Szűcs Péter alezredes, a lobogó kíséret parancsnoka, kérek engedélyt március 15-e, nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének 173. évfordulója alkalmából Magyarország lobogójának ünnepélyes felvonására. Az engedélyt megadom. Értettem. Lobogó kíséret irány utánam. Lépés! Én doj! Díszőrök, fogadás középről, tiszte, legy!
díszörök fegyvert. Láb! Hozz! Lobogó kíséret irány utánam. Lépés! In! Doj! Rendes lépés, indulj! Köszönjük, hogy figyelmükkel megtisztelték a ceremóniát. Vigyázzanak magukra!